A Székesfehérvári Honvéd Szondi György Sportegyesület 1964-ben alakult. Szentes László elnök sajtótájékoztató keretében hívta fel a figyelmet a csaknem 60 éves egyesület elmúlt fél évének legnagyobb sikerére. Eszerint a Honvéd Szondi Györgyese a vonatkozó kormányhatározat értelmében bekerült a 16 vidéki kiemelt sportegyesület közé. Ez megköveteli az egyesület teljes struktúrájának az átalakítását, megköveteli a versenysport irányában történő nyitást, amely természetesen az utánpótlás bázisból építkezhet csak. Megkövetelte új szakosztályok létrehozását, és hát összességében teljes egészében átalakította az egyesület működését is. Az egyesület jelenleg 13 szakosztállyal rendelkezik, melyek a következők. Asztali tenisz, atlétika, birkózó, honvédelmi és ifjúsági, íjász és lövész, judó, közelharc kézitusa, ökölvívó, tenisz, természetbarát, tömegsport, triatlon és vívó szakosztály. Volsik Tibor egy személyben az asztali tenisz szakosztály menedzsere, valamint az Egyesület Felügyelőbizottságának elnöki funkcióját látja el. Kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy az asztali teniszezők jelenleg az NB1-ben, az NB2-ben és a legmagasabb osztálynak számító extra ligában szerepelnek. Jelen pillanatban az 5. helyen áll a csapatunk, és a következő fordulóban fogunk azzal a 4. helyezett Sortvadkerttel játszani, akivel gyakorlatilag el fogjuk dönteni azt a kérdést, hogy a Final Four-ba, ami majd májusban kerül megrendezésre, bejut-e az extraliga csapatunk. Hát ha ezt a célt elérnénk, akkor azt gondolom, hogy nagyjából ebbe az évben mindent elértünk, amit lehetséges, hiszen ilyen magasságokban egyébként ez az osztálytenis szakosztály még sosem járt. Takács Péter a triatlon szakosztály vezetőjeként az utánpótlás nevelés mellett a felnőtt bázis növelését jelölte meg fő célkitűzésként az idei év kapcsán, valamint elárulta, hogy hagyományteremtő jelleggel szeretnék megrendezni februárban az első triatlonbált. Február 11-én szeretnénk megtartani az első triatlonbált Székesfehérváron. Ezt el lehetne nevezni akár sportbálnak is, de triatlon nevet kapta, ugyanis mi fogjuk megszervezni a mi szakosztályunk. Ettől függetlenül minden sportszeretőt várunk a bárra. A Honvéd Szondi György Sportegyesület folyamatosan felvételt hirdet mind a 13 szakosztály kezdő, haladó és utánpótláskorú csapataiba, ahol az edzések tudásszinthez mérten csoportbontásban zajlanak.